Szevasztok, Árpőrök, ez még itt az Asztal Csatának egy ilyen kis sunyi bejelentős videója. Ugye az van, hogy mi megígértük, illetve hát volt róla szó, hogy idén már nem fogunk találkozni. Videó formájában ez valamilyen szinten igaz is, tehát bizonyos szempontból nézve. Egy az, hogy igen, most kicsit kellemetlen, mert ezt a kis vlogot most az előbb így 2 percig felvettem, és sikerült végig eltakarni a mikrofont. Jó, új telefon, még meg kell szoknom, hogy hogy mint. Na, lényeg az, hogy karácsony van, szeretet ünnepel, én meg szeretnék titeket meglepni, mert akármilyen szemétlára is üljek az asztal csodákban, ez az én szerepem. Itt most szeretnék egy kicsit veletek kedvesebb lenni, aki egyébként így tengeri beteg lesz attól, hogy nekem folyamatosan mozog a kamera, meg folyamatosan így izgek mozgok, attól elnézést kérek, de négyétek nekem se kellem is itt tácsorogni. A lényeg az, hogy sem asztalcsuta, sem kóstoló, se semmi nem lesz most így meglepetés gyanánt feltöltve, az arra már jövőre visszatérünk. Viszont akinél nem annyira szigorú a menetrend, hogy egész nap a családdal kell lenni, az mondjuk meg hogy ne is érje váratlanul, azért csinálom most ezt a kis bejelentkező videót, nem is tudom, minek nevezzem ezt. Lesz egy ilyen kis karácsonyi élőzés, kis live-ozás YouTube-on, nem Twitch-en, nem az én csatornámon. Amúgy sem vagyok ott annyira aktív, tehát nem is kell vele annyira foglalkozni. Aki persze akar, meg valaki meg is tette, az kövessen be nyugodtan. Na de, most nem a reklám helyénél vagyunk, hanem az asztal csatát szeretnénk egy kicsit népszerűvé tenni. Ha már szeretitek, ha már ennyien feliratkoztatok az utóbbi időben, mert egyébként elképesztő, hogy az 50. rész óta, mikor úgy el voltunk szomorkodva, hogy hú, hát még csak ennyinél tartunk, hát közel 70-en feliratkoztatok azóta, ami egyébként egy nagyon jó kis szám. Enkel tényleg egyre többen írjátok, hogy meg volt, aki mondta is, hogy nyilván, hát kis csatorna, aztán mégis milyen minőségben dolgozunk, hogy a kicsit nem szoktak ennyire odafigyelni rá. Ez nyilván neki is betudható, hogy nem szeretnénk örökké kicsit maradni. Úgyhogy most, amivel én előrukkoltam, az tényleg akkor egy ilyen live cucc lesz. Annyi, hogy nem ebben a stúdióban, amit már megszoktatok, hanem az én kis privát szférámban, mert ott van beállítva minden. Meg mert amúgy én mellette szoktam a streamelni, és akkor most hagyd nekem megcsinálnom mindent ezen a gépen is. Nem tudom milyen hosszú lesz, viszont tag, aki ott lesz, az most ne ilyen 10 eurós Steam kártyákra számítson meg ilyesmire, nem azokat fogom dobálni, hanem karácsony van, Jézuska jött, rengeteg indie játékot hozok nektek, amit szeretnék köztetek szétosztani. Részletekben most nem mennék bele, hogy ez hogy mint fog zajlani. Nyilván az lesz, hogy játszunk, vagy játszok, és akkor egyszer csak így csattintek egyedül, és akkor ajándékozás van, és akkor lehet nevezni. Nincs semmi követelménye különösebben, tehát nem kell az, hogy ez nem egy ilyen clickbait-es live-adás lesz, hogy most iratkozzatok fel, hogy legyünk meg hamar-hamar gyorsan 1000-en, és akkor csak a feliratkozók kapnak valamit, nem, hogyha jössz, nézel, bár mondjuk valószínűleg ezt a videót csak akkor látod, hogyha fel vagy iratkozom, mert akkor kapsz róla értesítést. Jössz, nézel, ott vagy, beszélgetünk, lesz egy kis beszélgetés, lesz valami, nem tudom, mivel fogok játszani, mert játékorientált adás lesz, nyilván milyen lenne. Most én is, nekem is van egy pár nap szabadságom. Valószínűleg egyébként PUBG lesz, tehát PlayerUnknown's Battlegrounds, ha már megjelent az 1.0. Ezzel kapcsolatban, hát eleinte szerintem egyről ott el leszek magamban, aztán lehet, hogy később lehet hozzám csatlakozni, és akkor lehet duózni, vagy éppen squadozni, ezt majd meglátjuk. Nyilván attól függ, hogy ki mennyire szeretne csatlakozni az egészhez. Egy ilyen kis karácsonyi mókázás nem gondoltam. Egyéb iránt erről Batman például semmit nem tud, ezt én most így átjöttem, stúdióban gyorsan ilyen karácsonyi hangulatos hátteret varázsoltam itt magamnak, és mondom, akkor felveszek gyorsan egy ilyen kis bejelentkező videót. De igazából csak ismétlem magam az elmúlt 4 és fél percben össze-vissza, úgyhogy gyorsan akkor összegezném az elmúlt pillanatok rizsáit, tehát akkor ma, illetve lehet, hogy 26-án is
délutáni időben, mondjuk ebéd előtt, után, hát ebéd előtt az mondjuk nem délután, de ebéd után lesz egy ilyen kis live-ozás, nem tudom milyen hosszú, lehet, hogy addig csinálom, amivel meg nem unom, vagy amíg, hát amíg meg nem unom, és akkor ja, lehet nyerni, lehet beszélgetni, lehet hűlni, minden, várunk mindenkit szeretettel, tehát várok mindenkit szeretettel, lehet, hogy még bement és megfűzöm, hogy egy fél órára üljön oda mellém, azt akkor lesz egy ilyen kis beszélgetés, nem tudom, amit szeretnétek, hogy kérdezhettek, kulisszák, meg ilyesmi. Úgyhogy, ja, ennyi. Én most valami frappánsat gondoltam, de az igazság, hogy nem tudott eszembe semmi. Na, minden esetre, aki nem tud jönni, annak én kívánok most ezenúton még egyszer békés és boldog karácsony. Fogunk még találkozni. És akkor lehet, hogy még ha tetszik, meg ha van rá érdekeltség, akkor ez a live-ozás lehet, hogy egy sűrűbb dolog lesz. Na, pacsi!